91-ben hallottam a, a Naughty by Nature nevű formációnak az egyik számát, akkor mondtam azt, hogy, hogy na, ilyen nincs még itthon, és akkor én ezt ezt akarom csinálni. A Bravo magazinban volt ilyen, hogy a legjobb rapperek, világ legjobb rapperei, és akkor ö, volt egy ilyen lista, hogy az első volt a Puff a második a Will Smith, a harmadik meg én. Teljesen elszeparálva voltunk a, az egyéb underground vonalaktól, ezért én egy teljesen más stílusban csináltam, és ez fura volt az embereknek, hogy én ugye, ha ismert valaki egy, mondjuk egy rap csapatot, akkor a többiek kezdték őt kopizni, hogy így, így kell csinálni, és akkor ebből volt már egy vagy két ilyen standard, és akkor amit meg én csináltam, az meg teljesen más volt. Úgy képzeljétek el, hogy úgy megcsináltam egy dalt, hogy kazettára feldúldoltam a sávokat külön-külön, meg szája feldoboltam, újra felvettem, és akkor volt, hogy így mentem stúdióba, hogy bementem, betettem a kazettát, hogy emlékezzek, melyik dalam hogy volt, és akkor azt ö, feljátszottam ott, és így meghallgatták a felvételt, és így röhögtek, hogy hát ebből mi lesz. És akkor a végén azt mondták, hogy, hogy ez az egész hihetetlen, hogy hogy valaki így áthidalja azt, hogy nem tanult zenélni, nincs kotta, és hogy egy ilyen pam 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 amit így, vagy ilyen dúdolgatásokból összeraktam mindenféle ismeret nélkül egy, egy dalt. Az egyik legdurább az 52 fellépésen volt egy hónapban. Ez, ez, szerintem szanszos hogy ilyen az egyik legtöbb, amit így valaha csinált valaki így Magyarországon belül. Ha választanom kéne, hogy, vagy, vagyis nem is tudnék választani, mert szinte mindent. Hogy, hogy mit adott nekem a szakma, szerintem magát az életemet. A Gyula Firátótól születtem, pontosabban Veszprém, volt a kórház, ahol megszülettem, aztán pár nap után mégiscsak csak Gyula Firátótra, és azok voltak a meghatározó gyerekkori élmények a, a Gyula Firátóti közegbe gyakorlatilag ilyen tipikus kis falusi lét, tudod, egész nap, amikor nem suliba volt az ember, akkor bringázás, bandázás a haverokkal, halastavak, ilyen erdőmezőjárás, ilyesmi nagyjából ez, ez tette ki a, a kölyökkort, aztán valamikor, valamikor olyan 90-es évek, nagyon-nagyon inkább 90, így mondom, akkor a nagyon jó barátommal Kovács Petivel ő felfedeztük a Jó MTV Reps című műsort, és és onnantól gyakorlatilag nagy szerelem volt, mert előtte én találkozgattam, így brékkel volt ilyen azért, hogy művölési házban videóvetítés, hogy ott már volt videó, és akkor hoztak ilyen felvételeket, és így a csávok. Úgy már találkozgattam a a magával a stílusa, meg én is próbálkoztam brékelni, de általában mindig megsajnáltak, vagy azt hitték, hogy valami bajom van, mert azért nem volt tökéletes még a ilyen egyszer látsz valamit, azt is csak így félszemmel, és azt próbálod utánozni, az nem mindig jön át, vagy volt olyan is, amikor volt a Chris Cross nevű formáció, és akkor én is nagyon elcsíptem ezt a vonalat, fordítva volt mindig rajtuk a ruha, és akkor így eljöttem otthonról, gyorsan átfordítottam a ruhát, mert otthon azért nem mertem, és akkor jövök el a falu központba, és akkor az első ember a kocsmából, hogy gyárek, dönts ma, hogy vagy, mész. Azt így, hm, jó, van, akkor visszafordítom a ruhát, szóval ott még nem jött annyira át ez a Chris Crosslet. Annyira nem is erőltettem a repet, aztán a helyi közegben, az csak úgy itt titokba, Peti barátommal megcsináltuk a nagy sikerű Hemapopú együttest, és ha nem is futottunk be vele, de egy számunk kétszer lement a, az egyik kereskedelmi rádióba, 96-ba. Tíz éves lehettem, amikor, amikor elkezdődött maga ez a szövegírós sztori, az egy, egy, hölgy miatt volt, mert hogy járt egy versíró szakkörbe, és én meg azt gondoltam, mert amúgy nem mertem így megszólítani, vagy így nem tudtam, hogy mit mondjak neki, és akkor kitaláltam, hogyha majd elmegyek én belsíró szakkörbe én is, ahova ő is jár, akkor majd fú, ilyen minden tök sima lesz. Aztán persze írtam egy, gyorsan egy ilyen tíz verset köbből, hogy mondom, hogy ne az legyen, hogy milyen ciki, hogy oda megyek, és akkor csak egy verse mondom, az milyen nem fognak befogadni, és akkor bementem, és ott meg nagyjából összesen volt a belsíró szakkörnek tíz verse. És, úgy, hogy bementem, de persze ettől nem mondod meg a probléma, mert attól, hogy ott voltam, nem, ugyanúgy nem mertem szólni a hölgynek, úgyhogy ez a része nem, nem vált be, viszont megtanultam szöveget írni. Az első versem, amivel, amivel, rögtön egy kis felfordulást okoztam, az a Aurora, és Aurora cirkálóról sikerült írnom a, a verset, és a kislányomat meg Aurórának hívják, de hogy ez, ez teljesen véletlen, meg így utólag és ott olyan volt, hogy ugye valamit kell írni, mondom, ide egy nagyon komoly szöveg és akkor pont az újságban, hát régebben mások voltak az újságok, kicsit ilyen propaganda jellegű, és akkor én meg abból kivettem az olyan érdekes szavakat, amik nekem olyan menőnek tűntek, és írtam egy az Aurora cirkálóról egy, egy ilyen kis szöveget, és akkor nem hitték el, hogy ezt én írtam, és akkor ilyen szülőket behívtak meg minden, hogy, hogy ezt most akkor kiírta, mert hogy nem a gyerek, az biztos. És, sőt, volt egy olyan jó élményem is, hogy egy fali újságra kitették, és amikor kiderült, hogy ezt tényleg én írtam, és én tíz éves lehettem, és két ilyen 14 éves, nyolcadikas lány így oda ment a fali újsághoz, rakon, és azt nézik, Ez mi? Elolvassák. -e? Yes. Hát és szó, bocs, tanultuk? És akkor így álltam, hogy azt hitték, hogy ez egy igazi versíró. <laughs> azt hitték egy igazi költő, szóval. Ez volt az első siker. Voltak gyerekkori példaképeim. Az egyik legelső az a, az a Michael Jackson volt. Mert David Attenborough is csak ő nem énekelt. Ő, ő, őt ő nagyon sokáig én azt képzeltem, hogy é, énekes és természetudós is vagyok. Szóval nekem ő is voltak példaképeim. Az egyik ilyen az az Michael Jackson volt, mert hogy annyira tetszett, hogy amikor én láttam először őt kölyökként, így a Jackson 5, ö, ilyen felvételt láttam, hogy a Jackson 5, ö, egy, egy pici gyerek, és ilyen szuperülé nekem, meg táncol, és az nekem valahogy úgy még adott egy plusz ö, lökést, hogy, hogy ezt csináljam, és akkor én is előre mentem hátra jöttem, meg de <laughs> moonwalk, meg minden próbálgattam. Volt egy ö, ilyen kamaszkori ö, ilyen hangmutáció, ami miatt nekem teljesen egy megtört maga ez az ének. Nem, igazából nem, soha nem is jártam ének tanárhoz, amúgy szoprán volt az ének hangom, ami női, mert hogy olyan hangterjedelemben voltam, hogy nagyon-nagyon hogy magas volt a hangom, és mikor ö, így eltűnt maga ez az ének hang, ezzel párhuzamosan találtam meg a, hiphoppot hip így a bréken keresztül, és amikor 91-ben hallottam a, a Naughty by Nature nevű formációnak az egyik számát, akkor mondtam azt, hogy, hogy na, ilyen nincs még itthon, és akkor én ezt, ezt akarom csinálni. Sőt, még el is léptem előttük, amikor itt voltak Magyarországon a szervezők, ők nagyon jó fejek voltak egyből, mikor jöttek Magyarország, akkor tudták, hogy engem el kell hívni, mert hogy én ilyen nagy fan vagyok, és, végighallgatták a műsor, jó, jót nyomtam ott a színpadon pár számot, és akkor jó oldalt ott álltak a színpad mellett, és akkor mutatták, hogy ez nekem olyan nagy élmény volt, meg ment a móda, és akkor a, annó, ők így kipricskáztak ezt a pólógyártást, meg a nem tudom, mit, is csináltak alsógatját, hogy Nóti Bay nature gatyát, és akkor úgy mentem, hogy a gatyám ott, ott, az alsogatja, meg a póló, és mondja Vinni, hogy jó az egyik Nóti Bay ös tag, hogy jó a pólod, és akkor és így a pólom, és így mutatom a gatyát, és akkor elröhögött, hogy, hogy még van, a, mert az egy ilyen régebbi kiadás volt. Úgy hozta a sors, és ez nekem egy, egy olyan hihetetlen volt az első időkben, hogy szép fokozatosan azokkal, akiket én hallgattam, akár itthon is, most mit én mondom itt a, a, akikre úgy igazán az ember kölyök óta felnézett, más zene is, például volt az LGT-ből, a Pici bácsi vagy a somlótomi Tomi, így tök jó volt, hogy itt találkoztam velük, beszélgethettem, egy, volt, hogy a Presser Gábor feldolgoztam egy dalt, és akkor felhívtuk, hogy meghallgatta, ott váltottunk pár szót, megdicsértem, hogy jó, jó, oké, ez mehet ez a feldolgozás, meg. Úgyhogy ezek mind ilyen nagy élmények, és ugyanúgy a hip-hop szférából, meg a Sugar Hill Gang, a legelsők, a Curtis Blow, ilyen olyan emberek előtt lépettem fel, vagy, vagy, volt, hogy ott, vagy egy színpadon voltunk, mert volt egyszer, ugye balesetet szenvedtem, ez, ez sehol nem jelent meg, és akkor el volt törve a bordai minden, de elmentem erre a a Sugar Hillgen meg nem tudták, és én meg a színpad szélén ültem, hogy ne nyomorgassanak össze, és akkor nagyon jó volt, hogy nyomják a műsort, és akkor egy idő után kiszúgtam, hogy ott ülök a színpad szélén, és akkor mondta, hogy gyere, gyere fel a színpadra, hogy, hogy buli van, és próbálta lelázni, hogy, hogy nem megyek, nem megyek, köszönöm, mert csak így nem mondtam semmit, és akkor volt egy másik amerikai, a Bitnáncból egy az egyik úriember, kérdezi, hogy miért nem visz a Sugar Ők a, az Istenek. A mondom, mennyi nyugodtan. És akkor úgy, olyan hálás volt nekem, hogy felelgette, pedig egy csövei hogy menjen nyugodtan. Így. Azt hitte, hogy én, én ilyen komoly ember vagyok. Ő sajnos nem hallotta a dalajunk. Már itt az elején mondtam, hogy hogy így kiskorom óta meg voltam győződve arról, hogy énekes vagyok, de ez a, ez a meggyőződés a odáig tartott, hogy én így ezt gondoltam, de is soha így, álmodni sem mertem volna arról, hogy, hogy egyszer ebből valami komoly lehet. Volt, hogy lemez így a, ott a környéken csináltam bulikat, és akkor ott csempésztem be egy-két számot, hogy eleinte inkább azt csináltam, hogy ment az, az alapzene, meg, meg az a zakapella, és akkor az egyberszakot szakott elnyomott a, mondjuk a az amit most mondom, a Naughty Nature, és akkor én megírtam rá rá másik szöveget, és akkor a következő verzét én nyomtam, és akkor ő ezt én, is akkor így nem, ugye mindenki így, így, ismert azokat a dalokat, ők megszokták, hogy ez így van, de nem tudták, hogy ezt én csinálom, mert én így bújtam a, a, DJ pult mellett, azt akkor ezekből, mikor lebuktam, akkor csináltunk felvételeket, jó pofa volt, de így nem, nem igazán gondoltam volna, hogy, hogy ebből valami, valami is lehet, sőt, a szegény édesanyám, ő is ő, ő akkor, akkor fogta fel, hogy ez az egész, hogy milyen komoly, amikor a, a Gyula Firátót, a második videóklipet, a Gyula Firátót klippet forgattuk, a Nimrod Antal Nimrod, mondhatom így, hogy barátommal, és, és lejött de 30 ember. És akkor így ez olyan fura volt anyukámnak, hogy hát, egy 30 ember, itt lejön Budapest, csak kamerák, nagyon sok autó, és akkor, hogy ott mindenki körülöttem ugrál, és akkor ő neki akkor, benne akkor tudatosult, hogy ez nem csak egy ilyen egy hülyeség, amit meg 10-12 éve amindig csinálnak a szobámban, hanem hogy ebből egy komoly dolog lehet. Később aztán voltak én underground bulik, oda mentünk, kifizették a vonatjegyet, meg én már néha volt, amikor már én nagyobb névnek számítottam, akkor volt, hogy kaptam egy sört is, vagy kettőt a, 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 vonatjegy mellett még az is belefért. Ilyen underground szinten ez már, mm, uh, uh, ez már komoly. És amúgy nagyon vicces volt, hogy mi annó az Animal kenny szállt a szervezett rap úgy mentünk el a Peti barátommal, hogy, hogy elmenjünk, megnézzük, hogy a, hogy csinálják a nagyok, mert mi ugye ilyen, ilyen megmester módjára egy összeraktuk az alapokat, mert nem volt semmi komoly felszerelésünk. És ugye elmegyünk megnézni a nagyokat, és vicces volt, hogy 170 valány indulóból a harmadikak lettünk, és, és, így jöttek oda kérdezni, hogy hogy csináljuk. Ez jó, voltunk neki, azért jöttünk, hogy megtudjuk, hogy hogyan kell csinálni, hogy nem ne minket kérdezzetek, és ilyen, vicces volt, hogy teljesen elszeparálva voltunk a, az egyéb underground vonalaktól, ezért én egy teljesen más stílusba csináltam, és ez fura volt az embereknek, hogy én ugye, ha ismert valaki egy, egy rap csapatot, akkor a többiek elkezdték őt kopizni, hogy így, így kell csinálni, és akkor ebből volt már egy vagy két ilyen standard, és akkor a, amit meg én csináltam, az meg teljesen más volt. Én nekem például szerencsém volt, hogy az Enim összes függ, akik szintén nagyon jó barátok a mai napig, és én ö, örök hálával tartozom nekik. Ők nagyon sok mindenbe segítettek, és összebarátkoztam az ő zenei, mester, zenei megfejtő mesterükkel, a Dezső ö, Bazsival, és én ott ö, nagyon sok mindent tanultam a maga a és az első lemezt is nála csináltuk, mert hiába ö, tudtam megcsinálni egy dalt, úgy képzeljétek el, hogy ö, úgy megcsináltam egy dalt, hogy kazettára feldúdoltam a sávokat külön-külön, meg szája feldoboltam, újra felvettem, és akkor volt, hogy így mentem stúdióba, hogy bementem, betettem a kazettát, hogy emlékezzek, melyik dalam hogy volt, és akkor azt ö, feljátszottam ott, és így volt egy ö, hangstúdióba, ami akkor még nem a Balázsra dolgoztam, meghallgatták a felvételt, és így rögtek, hogy hát ebből mi lesz. És akkor a végén azt mondták, hogy, hogy ez az egész hihetetlen, hogy, hogy valaki így áthidalja azt, hogy nem tanult zenélni, nincs kotta, és hogy egy ilyen pam 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 amit így, vagy ilyen dúdolgatásokból összeraktam mindenféle ismeret nélkül egy, egy dalt. Ezek között volt olyan, ami, ami a debütáló albumomon szinte teljesen egy az egybe úgy, úgy szólt. Sőt, a legelső dolog, amit 91 be írtam, ezt 2001-ben rátettem az egyik lemezemre megnézni, hogy, hogy észreveszik az emberek, hogy mekkora különbség van egy, egy kamasz, vagy az első szövegeim, meg a közben befutott szövegeim között, és egyedül egy újságíró, egy ilyen kritikus írta azt, hogy nagyon jó lemez, hát itt van ez a dal, ez olyan, mintha egy egy ilyen kamasszá Bassmaster írta volna, de, de és, így, és, és írő, de maga az éven, mert ő írta. A sikerek azok az én esetemben ugye szép lassan jöttek, ez, ez, ez amúgy szerintem nem is baj, mert az én részemről nekem nagyon jó, hogy, hogy ez így jött, mert volt időm, volt időm feldolgozni már, mint ezt az egészet, és az is beszédes, hogy 91 91 volt, az azért mindig úgy érzem, hogy, hogy onnantól számítom azt, hogy én zenélek, bár akkor csak 14 éves voltam, de, de abban az évben már írtam 6-7 dalt, és ezek közül, ahogy mondtam, egy fel is került a későbbi lemezemre, de fokozatosan jöttek. Az első apró sikerek, hogy hogy átmásolgatták ezeket a dalokat, és akkor kollégiumról kollégiumra, és egyszer csak visszaért mármint, hogy jött vissza ember, aki mondta, hogy ezt hallgass meg. Akkor az másik, a, ez a rap jam, hogy, hogy nem csak, hogy így örültek annak, amit csinálunk, hanem így szakmailag is, így a reppen belül azt mondták, hogy, hogy hogy, ez tök jó. És akkor az embernek még ad egy lökést. Aztán azután a következő, az az volt, amikor először ment számom a rádióba, az, az, az egész az, az, már ott bont, vagy döntögette azt a falat, hogy, hogy nem hiszem el, hogy, hogy, ebből lehet valami. Voltak kudarcok is persze, mármint amikor, amikor volt egy idő, amikor teljesen abba is akartam hagyni, vagy abba is hagytam a zenélést, mert, mert eladtam minden hogy csináljak egy, egy demót a kiadón kérésére, és meghallgatták, és azt mondták, hogy ez nem jó és a nincs nő nincs írás volt, meg a, az alvilágnak nincs romantikája, ez, ez mind, azért mondom csak ez a két dalt, mert ezt a mai napig nagyon-nagyon nagyon szeretik, és meg még volt egy másik, aztán is és fel, és azt mondták, hogy ez nem jó. És akkor összetörtem, így otthon ültem, nem is akartam zenét, zenét hallani, és közben a kannibálok meg föltették ezt egy válogatást, a nincs nincs írást feltették egy válogatást lemezre, igaz, hogy egy remix formájában. Egy, egy ilyen hardcore zenész barátom, a Kronovetter Laci, mondta, hogy fölhívott, hogy Szabi, mert hallottalak, mi van veled, gyere fel, ne törődj ezekkel, mondtam, hogy ebbe hagyom a zenélés és semmi, és mondta, hogy gyere fel, csinálunk egy ilyen hardcore, meg rap, gomb um, volt, ilyen nincs sehol a világ, tehát a gomb nem is volt ilyen. Csináljuk, és ez, ez át fog ütni, hogy... És akkor jöttem fel, beültem a kis trabantjába, és így bekapcsolja a rádiót, és mentem a rádióba. Azt mondja nekem, hogy ilyet kéne csinálnom, tehát ezek ez ezt a csávót egyfajta nyomják. Mondom, de, tehát ez, ez az egy élet, ez hogy? És azt mondja, minden megy a rádióba. És akkor kiderült, hogy engem már kerestek otthon, nagyon sokan, pont egy időben ezzel a, ezzel a amiközben én összetörtem, befut, vagy amiközben én azt hittem, hogy megéltem a, drámát, a világ legnagyobb drámáját, mert hogy mindenemet alattam ahhoz, hogy képzeld, hogy az összes lemezjátszó, mi lemezeket, hát mindent. És azt mondták, hogy nem, és én otthon, amíg nyalogattam a sebeimet, meg, meg sajnálgattam magam, addig befutott a történet, és mivel akkor vonalas telefon volt csak, nem értesültem, mert a nagyim, ő mindig, ő, ő volt a leggyorsabb, aki odélt a telefonhoz, és ő, ő lerázott mindenkit, és egyszer hallottam, így aranyos volt, hogy így e, hallom, hogy csöröve a telefon, kilépek a nagymamám, hát hemapopó együttes voltunk régen, és akkor ezért sokan így kerestek. És így Mi micsoda, nincs itt semmi hopi-papi, elrakja a telefont, de már nagyon mérges, mondom, mama, mit csinálsz, kezdik hónapok óta szórakoznak. Én meg így álltam, és akkor kiderült, hogy a, a, legnagyobb kiadóktól, a, 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 legnagyobb kiadóknak a vezetői mind lerakta a zenészeket, a, tényleg a, akik, akik, így én producerek, mindenkit elhajtott a nagy imerő, azt hitt, hogy hülyéskedés van, hogy ez valami telefonbetyárok és akkor én, én, úgy jöttem rá, hogy onnantól még megfigyeltem a, ugye a telefont, és akkor kiderült, hogy ezt a, a nagy egy kicsit feljebb stróf, vagy feljebb emelte az én, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen elérhetetlenné varázsolt a többiek szállal, aki őket. Úgyhogy aztán visszavittem ugyanazt a demót a kiadóhoz, mondták, hogy ugye le voltam hozzá, ők szerződői, meg mondtam, hogy akkor, ha nem szeretnék kiadni, akkor engedjenek el, és akkor mondták, hogy hát, hogy de kéne egy demo, hát mondom, de nincs más, ez, ez, az össz, nincs több pénzem. És akkor visszavittem ugyanazt, és azt mondták, hogy nagyon jó. A, mielőtt még befutottam, é, vagy, hogy mondhatom így, vagy, hogy inkább úgy hogy más, más, vagy nagyobb nyilvánosság előtt is fel tudtam lépni, meg is megismerték a nevemet, azelőtt jártunk én underground bulikba, ezt az Animal kenny is egy ilyet, hogy ülünk a vonaton, ez nagyjából úgy nézett ki, hogy szépen elkezdtek felszállgatni a vonatra ezek a hip együttesek, mondjuk a Miskolcon volt egy buli, vagy egy kis hogy vagy nem tudom, minden most csak mondok ilyen régi, még, ahol voltak ilyen, ilyen rap bulik, és, és így a banda, és akkor végén már egy buli volt a vonaton is, és leérkeztünk, hatalmas nagy partik voltak, Ugye az ember, ott, ott egy kicsit, hogy hogy mondjam, ilyen, i, ilyen hát az hülye szó, hogy sztárnak éreztem, de hogy, hogy fú, mi vagyunk az előadók, és akkor ö, bulikat csaptunk, ö, tök jó reagált a közönség, ezek mind-mind ilyen nagyon-nagyon ilyen jó érzések. Aztán, amikor a, a kiadó azt mondta, hogy csapjál vele csinálsz egy lemezt, akkor azt mondta a, a Jós Pisti, hogy gyere velem ide a felvonulás tére és volt ott egy ilyen, egy ilyen viszonylag kisebb koncert, nem tudom hány ezer ember volt ott, és azt mondta, hogy ne nézzek körül semmi, maradjak itt a függöny mögött, és amikor elindul a zene, menjek, és csak nyomja. És így ez volt az ugrás, az underground bulik, és a, és a, a, a hogy mondjam, a, a nagy, nagy, világ között, hogy így elindult a dal, kijöttem, és így ilyen, mindig egy ilyen kiabálással szoktam kezdeni, és és így meglettem a közönséget, és így folytattam, és a nagy a közönség föl is röhögött, mert vagy úgy meglepődtem, hogy, hogy mi ez a több ezer ember itt, és, és tök jól mindenki tudta a szöveget. Nekem ez olyan hihetetlen élmény volt, hogy egy ilyen egy, egy az, az, ilyen 50-60 fős, vagy 100 fős underground bulikból belekerültem egy olyan, egy olyan hatalmas buliba, ahol a színpad nagyobb volt, mint a az eddigi helyek, ahol felszoktunk lépni. Szóval hogy három méter magas szívon, te úristen, mondom, milyen buli ez. A le, az egyik legdurább az 52 fellépésen volt egy hónapban. Az ilyen, szerintem nem tudom, hogy volt-e, mert másnak a, nem látok rá a nap, nem láttam rá a naptárjára, de ez, ez szerintem sajnos, hogy ilyen az egyik legtöbb, amit így valaha csinált valaki így Magyarországon belül. Gyakorlatilag ilyen pillanatok alatt az lett ebből a a szegénységből tényleg ugyanúgy, mint, mint kin mondjuk egy harlemi rapper gyerek, most csak így mondom, hogy kilóg a ö, hátsója, és másnap meg már ők mondjuk bentlikkel furikáznak, én meg, én meg ö, mondjuk megtehettem azt, hogy, hogy támogattam a, a családomat, félretettem pénzt, hogy, hogy a karrieremet építsem, én is tudtam venni egy, egy idő után egy saját autót, amiben mentünk, mert hogy akkor már nem a haverokat kell megkérni, hogy hozd a kocsidat, mert ugye ez egy nagyon nehéz sztori, hogy ó, sok kilométert megyünk, és akkor, és akkor széthagyjuk az autót, akkor vettem saját autót, meg így Ezek mind-mind nagyon jó dolgok voltak egyszerűen nagyon jó érzés volt az, hogy egy csapás megváltozott minden, és, és az eddigi, akiket én tévében néztem, meg, vagy, vagy így, így, azt mondtam, úristen, hogy tök jó, hogy, ilyen tehetséges emberek vannak, és akkor egyik napról a másikra, nem azt mondom, hogy bekerültem közé, csak ők, mint hogyha jó befogadtak volna, hogy, mert én is sehol nem tartottam ott szakmailag, amikor a meg, meg még most se, hát, hogy, mert nem, filmet nem csináltam még, de Jancsó Miki bácsi például, mikor megkeresett, tehát ez, de aztán persze a, a, a Nimród is, a Antal Nimród, de ahogy összehozott a sors, és később belecsempészett a, a kontrollba, vagy ugye mikibácsinak bácsinak több is, ö, kaptam ilyen kis szerepeket, de ezek mind-mind ilyen a Jancsó Miklós híres volt arról, hogy, hogy mindig mindenek meg volt a miértje, ilyen ellentéteket, meg ilyen, ilyen abszurd dolgokat csinált, és akkor e, én is ennek a része voltam két, két, alkalommal. Sőt, az egyik beszélgetésünk, ami a filmről szólt, olyan szinten, olyan szinten megfogott, hogy hazamentem és írtam is egy dalt a, a visszaszámlálás című. No, tehát szóval így születik dal egy, egy jó beszélgetésből, hogy valaki inspirál egy jó témával. Az az igazság, hogy nagyon sok dal van, amit ti nem ismertek, mármint, hogy a, vagy ahogy mondjam, nagy érdemű nem ismer, mert meg nem is fog, megszületnek ilyen dalok, és nem lesz belőlük publikus kiadvány. De nagyon, ha, ha ezt a teljes merítést ismeri mindenki, akkor az így fogná a fejét, mert a tényleg a legnagyobb, idiotaság idiótaság is néha dalt szül, meg vannak egész, egész komoly dolgok. Itt most e, aztán van, amikor kettő találkozik, mint például a négy után, hogy egy hülyeségnek indul, aztán közben nem olyan hülyeség, csak de volt ilyen például a, a slot Slotta című számom, ami úgy születemnek, hogy nem akartam elmenni egy rendezvényre, mert volt egy aférom, nem sok emberre, volt egy afirom, és mondom, nem rontom el, mert ez egy ez egy ilyen a magyar nyelvtörvény elleni sztori volt, vagy mellett tüntető sztori, és nem akartam belerondítani, ezért mondtam, hogy küldök magam helyett egy dalt, hogy én is képviseljem magam, és elmentem, felléptem, és a legvégén nem nyomtam el ezt a számot, mert mégis csak mindig mégis úgy alakult, hogy elmentem erre a bulira, nem nyomtam el ezt a számot, hanem néma. tehát ugye csak állt a mikrofon nélkül, és leadtuk a dalt, és akkor annyira meghatottak engem az emberek, ahogy ők meghatottak, de ezt felvették ők. Pedig én mondtam, hogy ne, ne publikálják, és kimentünk Erdélybe fellépni, és akkor jöttem vissza, hogy ki volt kapcsolatálló, és akkor jöttünk vissza, másnap jön mindenféle tévétől, meg hírportáltól, hogy hát akkor beszéljünk erről. Úristen, és akkor telefonáltam az, hogy, hogy mi, amúgy mi újság van itthon, mert hogy, hogy mindenki engem keres, és úgyhogy van, van, amikor egész komoly dolgok is, hogy mondom, kiszabadulnak ebből a rejtett dal tárolóból. Velem, ha történik valami, vagy ér egy impulzus, akkor abból készül egy dal. Most például az alvilágnak nincs romantikája, az, sokan azt hitték, hogy én voltam börtönben, de én nem voltam soha nem a börtönben, csak a baráti körömnek a 90 et elvitték a, a, az akkori baráti körömnek, mert csináltak egy hülyeséget, és akkor történt egy ilyen is, és akkor írogattam nekik levelet, meg, szóval nagyon közel érintett ez az egész, ezért az ő elmondások szerint ez olyan életű lett, hogy, hogy mindenki azt képzelte, hogy, hogy voltam, de de a mondom, a mai napig van, van, olyan dal, ami a zenekar aranyos, a mostani zenekar, mert ők meg van egy-kettőt, amit már el is kezdünk gyakorolni, de mégse, mégse lesz belőle publikus dolog, és akkor hát vannak, vagy aki jár koncert, az haj, hogy azért vannak egész beteg, ilyen, bármi úgy gondolom, egy poén szinten csak a poén kedvére papírra vetett dalok is én mindig nagyon sokat ülök egy, egy dalon, 800, hogy nincs kézdalom, dalom, hanem abba hagyott dalom, de én szerintem, hát ez még, még akkor sem kéz, és mindig úgy szokott lenni, hogy már jó, abba hagyom, és akkor nem ülök már többet hozzá, és ez így lesz, és kész. Úgyhogy én, ha rajtam múlva nem fejeznék be egy dalt, nem mindig még valamit módosítanék rajta. Magammal szemben nagyon kritikus vagyok, Úgyhogy ez tényleg most a nem is tudom, hogy, hogy, hogy van-e olyan, amire azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem tudok belekötni, tudod most mit én szövegemben mindegyikbe találok valami ami, ami egy kis hibát, tudod, amit ú, ezt ki kellett volna csinálni. Meg kéne, hogy említsem így a, ezeket a nagyon nagy mérföldköveket az életemben, a zenei pályámban. Itt most mondhatom az első szakmai megközönség díjakat amúgy a Rev es volt az első olyan díj, ami, ami, nekem a mai napig is az egyik legkedvesebb. Aztán közben szépen, ahogy haladtam előre, kijött a lemez, akkor aranylemez lett, platina lemez, az még egy teljesen más világ, ilyen 30 ezres, 40, vagy 50 ezeres, meg, meg, ilyen példány voltak, a platina, meg a, az arany. Pontosabban én úgy kaptam meg a 30 ezeres aranylemezem, a 25 ezeres aranylemezen van, meg, meg visszavették a, mire elértem, a, már meghaladtam az 50 ezeret, akkor vették pont vissza 40 ezerre a platinát, és négy, sajnos így egy 40 ezeres platinám van, nem egy 50 ezeres, de, de meg volt már, mint hogy darabszámra meghaladtuk az 50 ezeres, csak meg pont úgy ment. Ezek mind ilyen, persze ez most csak egy szám, csak, csak ez ilyen nagy dolog, hogy hú, van két aranylemezem, platina lemezem, szakmai díjam, fonogram, és a legjobb az az, hogy, hogy, hogy a közönség közönségdíjak és, és szakmai díjak is, szóval nem az van, hogy, hogy egy idézőles közeg gondolja csak azt, hogy, hogy te megérdemled ezeket, hanem az egyik legviccesebb az a, az ilyen a Bravo magazinban volt ilyen, hogy a legjobb rapperek, világ legjobb rapperei, és akkor volt egy ilyen lista, hogy az első volt a Pavdedi, a második a Will Smith, a harmadik meg én. Az a baj, hogy most már más minden, hogy mire vagyok a legbüszkébb, mert most már gyerekeimre, mert, mert, mert soha nem gondoltam, amíg nem voltak, addig nem gondoltam, hogy ez az adhat valami olyan, annyi, vagy adhat valami annyit nekem, mint a zene, és most már, hát most már ők. Nem sokára még jön egy gyerkőc, egy kisfiú a, a családunkba, úgyhogy ez... ez ez nagyon megváltoztatott. Már így a, amíg a, a, az ember így nem tapasztalja hogy milyen szülőnek lenni, szerintem odáig soha, soha nem, nem is tudja, nem is tud belegondolni. És előtte volt nagyon sok, meg volt unokaöcsém, unokahúgom, mindenki, barátoknál voltak gyerekek, és mindig azt hittem, hogy, hogy én ebből már tudom, hogy milyen egy szülőnek lenni, meg milyen jó szülő lennék, és akkor közben ez nyomokba sincs azzal, amikor először a kezedbe veszed a, a gyermekedet, vagy utána akárhányszor a, a mindig a, az éppen akkor születőt, és, és onnantól kezdve jön egy kis ember. Úgyhogy nagyon nagy világ. Én azért is mondtam azt, hogy ez most nagyon fura, hogy, hogy, hogy már nem a zene az, ami a, a a legeslegfontosabb az életbe, mert hazudnék, hogyha azt mondanám, de még mindig óriási, szóval szerintem, ahogy, ahogy, beszélek róla, azért azt lehet látni, hogy, hogy nagyon szeretem, de, de most beelőztek ezek a kis kampok. De nem, az a baj, hogy így nem tudnék, ez az egész menet, ami, ami történt, ahogy történt velem, az én egész egyszerűen arra vagyok a legbüszkébb, hogy ezt meg tudtam csinálni semmiből, és, és a, a leg, a legszuperebb érzés az, hogy, hogy a mai napig, ha elmegyünk valahova koncertezni, akkor, akkor nem az van, hogy, hogy elkezdünk egy koncertet, és itt tudom, ilyen full telt házon is, vagy, vagy tudod, egy, mondjuk egy fesztiválnál, hogy full tele van, és akkor szépen leürül, hanem általában Inkább, hogyha úgy van, ha nem olyan jó az időpont, akkor fordítva, hogy egyre többen, egyre többen. És, és a, a, ezek mindig, vagy vagy hogyha valami városnapon vagy tudod és jönnek a nézelődök, hogyha olyan ö, van, és akkor egyre jobban így megállnak, és akkor a végén van egy nagy buli. Ezek, ezekre még büszke az ember, hogyha minden egyes buli végén, amikor úgy tapsolják meg, hogy az, 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 az nagyon jó. Vagy ahogy fel tudok lépni a színpadra, és és megszólal a mikrofonom, én onnantól nagyon élek, mármint, hogy onnan, onnan, én onnantól imádok fel lenni a színpadon, de érdekes, hogy amikor így nincs tennivalóm, mármint, hogy amikor nem csinálhatom azt, amit csinálok, van ilyen, hogy, hogy ilyen közös, közös dalokba is, én nem, olyankor mindig egy kicsit úgy próbálok így háttérbe vonulni, mert úgy nem, nem találom a helyemet a nem azért, én ne tudnék, csak akkor tudnék valamit reppelni, csak akkor nem hallják a másikat. Szóval amikor vártod, a többiek így, így, nyomják, és akkor persze más, hogyha ha olyan ö, dal, akkor hogyha lehet, és, és, van dolgom, már, hogy duplázhatok, tudod, csak amikor van, van, vannak olyanok, amikor mit, kell maradni, mert a másik ö, vagy megtisztel a másiknak a produkciát, olyankor az, abban az üres járatban nem nagyon tudok mit csinálni, akkor mindig az ismerősök szoktak röhögni, ha megint megloktál, egy oldalra, ki, ki asszézok, és azt csak visszajövök a refrénnél, hogy vagyok. De színpadon, amikor, amikor az nekem, ó, nem tudom, az így a minden. Ha választanom kéne, hogy, vagy, vagyis nem is tudnék választani, mert szinte mindent, hogy, hogy mit adott nekem a szakma, szerintem magát az életemet, mert, mert úgy változtatta meg alapjába véve, teljesen, teljesen más lett az egész életem. Meg, meg ez nagyon fura, de hogy, hogy annyi boldogságot kaptam, a, így a, a, dalok, a koncertek, a visszajelzések, a mindenhonnan, hogy, hogy ez, ez, ez minden. Sokszor mondják a, a, az emberek, hogy, hogy olyan jó, hogy, hogy mintha azt látták, hogy én nem változtam meg. De ez nem igaz, mert, mert mindig mindenki változik. Szóval mindenkit megváltoztat valamennyire, a, főleg egy ilyen életének. Az egyik nagy szerencsém az, az maga Gyula Firátót, hogy, hogy ott az emberek én szerintem nem, nem, kezelnek más, hogy mint egy... Persze, ah, mondom, hogyha jön valami rokon, akkor ha ah, itt a Szabi, majd Ha szerzek egy lemezt, vagy valami aláírod neki, de szóval nincs ilyen megkülönböztetés. Ez nagyon jó, meg az, hogy, hogy én mindent magam, mármint, hogy, hogy nekem meg kell dolgoznom mindenért. A addig, hogy eljuss a Pesza, már, amikor be, összejött a zenélés, akkor már nem, az már nem túl olyan nagy munkának, pedig az. De, de meg kellett küzdenem mindenért, és, és azért az, az helyre tudja tenni az embert. Meg sokszor, sokszor voltak az életemben ilyen, ilyen pontok, hogy a, a, amikor tudod, én döntéseket kellett hoznod, mint, mint mondta, hogy kimerült, csak mondta, és akkor ú, mehettem volna még többet, de, de hoznom kellett egy döntést, hogy nem, inkább csinálok kevesebbet, és csinálom sokáig. Ö, szóval vannak ilyen, ilyen momentumok, és ezek mind, mind, mind arra, arra nevelt, vagy arra, hogy mondjam, hogy úgy, úgy, alakítottak, hogy, hogy ezt a képet lássátok, de én nem gondolom, hogy nem változtam volna.